Ezek a csavarok nagy segítséget jelentenek a baleseti sebészet területén, legfőképp, ha gyerekek a paciensek. Ezek ugyanis egy idő után felszívódnak a szervezetben, és nincs szükség újabb műtéti beavatkozásra. A Balassa János Kórházban is felhasználják ezeket az eszközöket, amennyiben a szükség úgy hozza. Ez egy körülbelül 18-20 évvel ezelőtti fejlesztés. Ugye amikor először hallottuk, hogy a Szovjetunióban felszívódó combcsontszeget találtak ki, mosolyogtunk. Aztán a finn kutatók egy 18 évvel ezelőtt rájöttek a nagyon egyszerű megoldásra. Tulajdonképpen hétköznapi nyelven összepréselték nagy nyomással a cukrot keményé. Ez a cukor, tehát persze nem mindegy, hogy milyen cukorról van szó. Nem a kristálycukor, meg a tisztasági fok, ugye ezek azért komoly dolgok. Tehát gyakorlatilag úgy kell felfogni, hogy egy nagyon keményre préselt cukor, lényegében cukormolekulák megformálva dróttá csavarrá, ezek betéve a csontba, jó darabig tartják a keménységet, a stabilitást, 6-8-10 hónapig, és utána a fehér vérsejtek szépen lebontják, és felszívódik. Valóban a baleseti sebészetben, illetve csontsebészetben, ortopéd sebészetben nagyon régóta probléma az, hogy különböző csontegyesítő műtétek után ugye fémanyagok, különböző típusú fémanyagok maradnak benn, amik a rögzítést biztosítják és nagyon szükségesek, de ezek egy idő után eltávolítandók, vagy nem eltávolítandók. Az egyik megoldás, hogy olyan szövetbarát fémből csináljuk, például titán ötvözetek, amik hát mai tudásunk szerint nem csinálnak bajt, és örökre bent maradhatnak. Igen, de mellette, hogyha a titán ötvözet mellett törik el, 20 év múlva, vagy lesz valami baj, akkor ott a felesleges anyag, ami újra gondot jelent. A felszívódó implantátumok ma még nagyon drágák. Andiska doktor is azt meséli, 15 éve már Bécsben hozzá lehetett jutni ezekhez az anyagokhoz. Sajnos ez Magyarországon nem igazán sikerült. Most eljutottunk oda, hogy a kórház tudja biztosítani a felszívódó implantátumokat néhány esetben. Mik ezek az indokolt esetek, amikor kell? Az első a gyereksérülések. Ugye nem mindegy, hogy egy gyereket kétszer kell operálni, egyszer fémet be, a fém nem fog nőni a gyerekkel, még a növekvő csavarokat még nem találták ki. Akinek van ötlete, az szóljon. A másik, ugye, vagy a felszívódó csavart betenni a gyerekekbe. Akkor megspóroljuk a második műtétet. Nem tesszük ki stressznek, jobban jár a gyerek, jobban jár a kórház. Igaz, hogy csak egyszeri finanszírozás van, és nem kétszeri finanszírozás, és az OEP még nem fogadja be, hogy a felszívódó csavart, ha betesszük, akkor meg rendesen finanszírozzák, ugyanúgy finanszírozzák, mint hogyha fémcsavart tennénk be, és akkor másodszor finanszírozzák a fémkivételt. Itt azért még kell egy kicsit a társadalombiztosítás vezetőinek gondolkodni, hogy hogyan is jobb, és hogy jobb, mi jobb az embereknek. Mik ezek a sérülések? Hát a gyerek növekedési zóna elmozdulással járó sérüléseit csavarozni vagy tűzni kell. Ezeket, hogyha nem, ha instabilak. Ezeknél nagyon-nagyon fontos, hogy ilyet tudjunk használni. Ilyenek a csuklótérd vagy könyöksérülések, melyek esetében megspórolható lehet a következő beavatkozás. A gyerek ujjak, új percek töréseinél, hogyha az ember egy ilyen dróttal át tudja tűzni, egy ilyen dróttal, tehát felszívódó kemény dróttal áttűzni, a gyerekcsont meggyógyul 4 hét alatt, ez pedig 2 hónap, 4 hónap múlva elkezd felszívódni, akkor minden jó. Minden olyan esetben, amikor az ízületet nem kell áttűzni, és gyerekről van szó, használható. Tehát az ízületet nem kell külső belső fémanyaggal vagy rögzíteni, hanem az ízület mozgása megmaradhat, akkor ezek jók. A másik ilyen nagy terület a térd felnőtt korban, a térd keresztszalag pótlásoknak a rögzítései. Ott is lehet föl használni a rögzítő csavarokat, hogy ne okozzanak később panaszokat.
A statisztikák azt mutatják, hogy a műtétek csekély száma esetén kell ezekhez az anyagokhoz nyúlni. Havonta megközelítőleg 10 olyan beavatkozást kell elvégezni, ahol ezekre a csavarokra szükség van. De ha arról beszélünk, mondja Andriska doktor, hogy a gyerekek megusszák a második műtéttel járó fájdalmat és stresszt, akkor ezeket feltétlenül használni kell.